Jól esik pár pillanatra megállni a párakapu alatt ebben a hőségben. Hétfőn délelőtt még elviselhető volt a nyári meleg, de már így is sokan használták ki ezt a lehetőséget Nyíregyházán. A gyerekeknek, az időseknek, a fehér bőrűeknek és a krónikus betegségben szenvedőknek különösen megterhelő lehet ez az időszak. Nekik az átlagosnál nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy segítsék szervezetüket a hőség elleni védekezésben. Elsősorban ugye a megelőzésre kell nagy hangsúlyt fektetni, tehát minél kevesebbet tartózkodjunk az erős napsütéses időszakban melegbe, közvetlenül napfénynek kitett helyen, fizikai munkát, sporttevékenységet lehetőleg inkább korai vagy esti, késő délutáni órákban végezzünk, hogy minél kevésbé terheljük meg a szervezetet, illetve oda kell figyelni arra, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, ami ugye ilyenkor mindenki számára a napi adagnak a gyakorlatilag a másfél-kétszeresét jelenti legalább, de mondjuk aki többet tartózkodik a napon, vagy tényleg valamiféle fizikai munkát végez, akkor simán a normál folyadékbevitelének a 3-4-szeresére is szükség lehet akár. Azonban előfordul, hogy a legnagyobb igyekezet ellenére is bekövetkezik a baj. Enyhe esetben általában egy kis gyengeség, szédülés, leizzadás, fejfájás, hányinger szokott jelentkezni, viszont súlyosabb esetben ez akár ugye eszméletvesztésig is fokozódhat. Azért akinek súlyosabb tünetei vannak, mindenképpen célszerű orvoshoz fordulni, hogy a megfelelő kezelést időben megkaphassa. Egyébként pedig, hogyha csak enyhe tünetek vannak, akkor mindenképpen hűvösben kell tartózkodni, hűteni kell magunkat, bő folyadékfogyasztásra van szükség, esetlegesen tüneti gyógyszerek, egy kis fájdalomcsillapító, hányingercsillapító gyógyszer. Az Országos Meteorológiai Szolgálat megyénkre másodfokú figyelmeztetést adott ki. A hétfői 33 fokos csúcshőmérsékletet az időkép előrejelzése szerint még rosszabb követi. Kedden a legmagasabb napi hőmérséklet Nyíregyházán és környékén akár a 37 fokot is elérheti, és ez kitart majd szombatig. Akkor egy erős széllel és zivatarral érkező hidegfront hoz egy kis enyhülést, de még ekkor is 30 fok fölötti hőmérsékleteket mutatnak majd a hőmérők. A legmelegebb szerdára várható, akkor akár az 1994-ben Szeghalomban mért 37,9 fokos napi melegrekord is megdőlhet. Fülöp Attila államtitkár reggeli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy életbe lépett a vörös kód. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.